Szóval belefullad a kormány a hazugságokba saját menekült politikáját, illetően ezt mondja a Jobbik, a stúdióban pedig Torockai László Ásotthalom Jobbikos polgármester. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A kommunikációs vagy politikai ügyről van szó. Mert az, hogy a politikában mit csinál a Fidesz, az most már nyilvánvaló, de egyébként eddig sem nagyon ment szembe a Fidesz például az Európai Parlamentben az ott elfogadott határozatokkal. Most legutóbb is megszavazott egyet, amely a migránsokat segítő civil szervezetek tagállamok általi támogatását javasolja, másfelől pedig hát a Genfi konvenció az a Genfi konvenció, tehát a menedék jog, akit megillet, annak meg kell adni. Tulajdonképpen mindkettőről szó van, hiszen az elmúlt három esztendőben dübörgött a kormányzati propaganda, és hát látjuk, hogy a Fidesz a választási kampányát és a migráció témakörére építette, ami egyébként a mi véleményünk szerint is egy nagyon fontos ügy. Én magam elsőként emeltem föl hangomat az illegális tömeges migráció ellen, már 2014-ben, mint társadalom polgármestere. És hát láthatjuk, hogy miközben ez a sikerpropaganda zajlik a kormányzat részéről, aközben mára kiderült, hogy 2300 migránst mégiscsak befogadott Magyarország a kormány. Ugye ez nagyon fontos tisztázni azt, hogy ezeknek a migránsoknak az egyelőre hozzánk eljutott információk szerint a legnagyobb része az a tranzitzónákon keresztül, tehát a kerítésen keresztül érkezett Magyarországra, és nem szomszédos országok állampolgárairól beszélünk, hanem afgánokról, közel-keletiekről, afrikaiakról beszélünk. Már 2016-ban szóltam és jeleztem, hogy a tranzitzónák kiépítésének nem látom értelmét, hiszen a kerítés elvileg a kormányzati propaganda szerint is hermetikusan védi Magyarország déli határát. Ehhez képest a tranzitzónák úgy működnek Röszkénél és Tompánál, mintha kaput nyitottunk volna a kerítésre. Ezért 2016-ban a kezdeményezésemre az ásotthalmi képviselőtestület akadályozta meg azt a kormányzati szándékot, hogy Ásotthalomnál is létesítsenek egy ilyen tranzitzónát. Azt gondolom, hogy ez a mostani adat, ez igazolja azt, hogy akkor nekem igazam volt, illetve az ásotthalmi képviselőknek igaza volt, hogy nem engedélyeztük ennek a tranzitzónának a létesítését, hiszen tulajdonképpen eddig is tudtuk, hogy azok a migránsok, akik ott a kerítésnél megjelennek, ők azonosíthatatlan identitással rendelkeznek, éppen mondhatják magukat szíriai háború elől érkezőknek, afganisztáni háború elől érkezőknek is, miközben a rendőrség arab tolmácsai elmondták nekem annak idején, amikor a nagy invázió volt Ásotthalmon, hogy a magukat szíriainak valló menekültek egy része marokkói, algériai, vagy éppen egyiptomi dialógust beszél, vagy arab tájszólást beszél, tehát ők meg tudták állapítani, hogy nem Szíriából érkeztek. Tehát a tranzitzónában körülbelül ott viszont azért alaposabban átnézik őket, mint amikor egy határmenti patakparton átugrálnak, és a búzatáblán keresztül elindulnak, aztán valahol Kistelek környékén 50 kilométerre a határtól belefutnak egy magyar hatósági személybe. Így több dolgot tisztázni kell. Az egyik az, hogy mondjuk Afganisztánban nem tudom, hogy mennyire jól működik a bürokrácia, a hatóságok, milyen nyilvántartásokkal rendelkeznek, tehát szerintem eleve akármennyire számítógépes rendszeren átfuttatják ezeket a migránsokat, az ő adataikat, vagy akár az új lenyomatukat, abból az derül ki, hogy az Európai Unió területén követtek el korábban bűncselekményt, az, hogy esetleg kiirtott egy fél törzset mondjuk Afganisztánban, vagy valahol egy afrikai dzsungel mélyén, az nem fog kiderülni. Ugyanakkor azt is tisztáznunk papírjaik kellene. Papírjaik vannak azoknak, akik most megkapták, mert nem, most már magyar papírjai persze vannak nekik, de amikor megkapták az oltalmazotti státuszt, vagy a menekült státuszt, akkor valamivel csak igazolták magukat, hogy nem, hát ugye a nagy részük pontosan ez a lényeg, hogy a nagy részük papírok nélkül érkezik, ezeket egyébként általában megsemmisítik, eldobálják, sokszor a határövezetben, ugye annak idején mi a mezőreinkkel rengeteg ilyen dokumentum, széttépett dokumentumot gyűjtöttünk össze, tehát tudatosan tagadják le a saját identitásukat, de egyébként nagyon fontos emellett ugye azt is tisztázni, hogy tulajdonképpen azzal a kormányzati kommunikációval, amit most a Fidesz, illetve a kormány mond, hogy akik valódi menekültek, azokat így be kell fogadnunk, hát akkor ezzel a logikával akár több 10 millió embert is be kell fogadnunk Magyarországra, hiszen Afrikában, Dél-Ázsiában, Közel-Keleten emberek 10 milliói élnek szinte permanens háborús körülmények között, vagy üldözésnek kitett országokban, tehát akkor ennyi röven mindenkit be lehet fogadni. Az én személyes álláspontom is az volt egyébként a migráció első pillanatában Ásotthalom polgármestereként, hogy nekünk menedékkérőt vagy menekültet kizárólag szomszédos országból szabadna befogadni, úgy, mint annak idején a jugoszláviai háború idején, hiszen aki mondjuk Afganisztánból jön, vagy Afrikából,
áthaladt már számos biztonságos országon, akár az Európai Uniós tagállam Görögországon, vagy Bulgárián keresztül, vagy a tagjelölt Szerbián keresztül. Tehát nem igazán értem akkor most ezt a kormányzati kommunikációt, hogy akkor most miért kell menekült státuszt, vagy akár oltalmazotti státuszt adni olyanoknak, akik ilyen távoli országokból jönnek. Hangsúlyozom, nem mondjuk ukrajnai állampolgárokról, nem ukrán állampolgárokról beszélünk, hiszen Ukrajnában van háború, és én is azt mondom, hogyha onnan jönnének menekültek, akár kárpátaljai magyarok, akik a sorozás, a kényszersorozás elől menekülnek, őket természetesen be kell fogadni, oltalmazotti státuszt kell nekik adni. Hát, hogyha az életük veszélyben forog, akkor átmeneti időre lehet természetesen akár oltalmazotti státuszban részesíteni őket. Nem róluk beszélünk. Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, hogy nem árulják el, hogy hová költöztették ezeket a menedékkérőket, vagy menekült státuszban, vagy oltalmazotti státuszban részesülő zömmel közel-keleti embereket, mégpedig, mondja a belügyminiszter, azért nem, mert az ő érdekük, az ő épségük kívánja azt, hogy ne lehessen tudni róluk, hogy hol vannak Magyarországon. Az ő testi épségük, nyugalmuk az veszélyben van? Ma Balassagyarmaton tartottunk egy sajtótájékoztatót a Balassagyarmati Országgyűlési Képviselő jelöltünkkel, a Balassagyarmaton működő, nyitott menekült szálló előtt, ami közvetlenül, ma meggyőződhettem róla, közvetlenül egy általános iskola mellett van. Szerintem Pintér Sándornak elsősorban a magyar általános iskolások biztonságáról kellene gondoskodnia, és semmiféleképpen nem egy nyitott menekült szálon elhelyezni akár ezeket a menekülteket, akikről most beszélünk, úgyhogy nem tudunk róluk igazából semmit. Aztán, ami még megint nagyon fontos, ugye amikor azt mondtam, hogy áthaladtak számos biztonságos országon, Nem igazán értem, hogy akár a Közel-Keletről érkezők, akár az Afganisztánból érkezők miért nem kérnek ilyen oltalmazotti vagy menekült státuszt mondjuk akár a nálunk sokkal gazdagabb arab országoktól, vagy akár Izraeltől. Ugye ott van Katar, Egyesült Arab Emírségek, dúsgazdag országok. Nem tudom, hogy miért Magyarországnak kell ezzel foglalkozni. Mi indokolja ezt a kormányzati lépést? Ugyanakkor rendkívül cinikusnak érzem a Fidesz szóvivőjének a reagálását, aki azt mondta, hogy ez egy olyan téma, amiről nem igazán kellett, vagy kell tájékoztatni a magyar közvéleményt. Hát az egész választási kampány erre épül, igenis a magyar választópolgároknak minden a migrációval kapcsolatos részletkérdésről is tudniuk kell. Egy vizsgálóbizottság, amelyet a Jobbik és az MSZP közösen kezdeményez, mit tudna kideríteni ebben az ügyben? Az adatok nyilvánosak? Hát fontos lenne tudni azt is, ugye most már azért információink vannak arról, hogy a 2300 oltalmazotti státuszt kapott migráns közül többen vannak, akik súlyos bűncselekményeket követtek el azóta Magyarországon az elmúlt években. Ugye azt is látjuk, hogy a kormányzati média ezekről nem igazán beszél, arról, hogy nemzeti dohányboltban önkielégítést végzett az egyik oltalmazott migráns, vagy arról, hogy a másik fegyveres rablást hajtott végre. Erről ugye nem beszél a kormányzati média, vagy a kormányzati kommunikáció, miközben egyébként teszem hozzá, nagyon helyesen arról viszont beszél, hogy az Európai Unió más országaiban a migráció milyen bűnözési eredményeket, sajnos súlyos következményeket hozott. Tarockai László, köszönöm, hogy eljött.